Legtöbb bronzérmet a BVSK férfi kosárlabda csapata, vagy várni kell erre még egy kicsit? Ez a nagy kérdés. Ma este köszöntöm nézőinket innen a Lauber Dezső városi sportcsarnokból. Szolnokon ugyebár nyert a Pécs, meggyőző fölénnyel 38 ponttal dobott többet, mint a Szolnok, 168 volt annak a mérkőzésnek a végeredménye, és hát nagyon bizakodnak Pécsi oldalon, hogy behúzzák az itthoni találkozót, és akkor két győzelem után dobogóra állhat méghozzá a harmadik fokkára a dobogónak a PVSK Veroly férfi kosárlabda csapata. Leszálló ágban volt, úgyhogy nem adják meg azt, hogy nem közben. A lényeg az, hogy győzni kell, igen, érvényes a kosár, megerősítik, csak a nemügyjelzőben nem írták még ki. Győzni kell, nem lehet más a mai cél a pécsieknek, de hát a szolnokiek is azt mondták, szeretnék visszavinni ezt a párharcot még Szolnokra, Tiszapartra, és ott befejeznék, mert hogy két nyert mérkőzésük megy csata a bronzéremért. Egyelőre Szolnokiak találtak be, hogy miért most megugrasztja az ellenfelét. Próbálj feltenni detájból, odaért kézzel. Végül pedig a Kocsivicsről ment ki. Jöhetnek a vendégek. Jöjjön. Csirke Ferenc a hazaiak között, ezért azt mondta, ezért nagyon kell figyelni, nincs még zsebben ez a bronz. Egyelőre bízni lehet, hogy a jó első mérkőzés után itt el lehet zárni a párharcot. Csiri, meg van az első kicsi kosár. Csiri dobta be. Megtom. És az is csak kerül Vajdonához. Segíteni. Túloldalon kis hőrlet. Nagyon sok is tőled. Sikertelen. Téla. Sorti. Felteszi és ők is beadta. Thank you.
Atlanta felteszi, de pontatlan. Wellington. Nincs voltak előtte, inkább visszafordult. És nincs röviden engedi el, tudom, hogy lehúzza. Csirics. Porti. Oldalra, Budimir kilép a hármas vonal mögé, és bedobja! Triplával nyit a mai találkozó. 12-7. Oda. Most egy jó, szegős Robert. Triplát ér. 12-10. Mert 25. Ennyi átra még idő az első negyedből. Kongó. Horté, Kongó. Jutott vissza Horté. Szóval viszont elhagyja. Vissza tudja még tenni, de elhoz a csúcs. Budimir, bedobja a tripla! Már a második. Nincs kosár. Viszont van egy személy. Tudni miért? 15-10-nél. Első büntető, Wellingtontól. A második is beesik. Kongó. Kapja, visszaszedi, vissza Kongónak, ez egy szó pillanatában elengedte, mert a támadó idő nem volt jó a dobás. Vojvoda. Tony Csanád érkezik közben, és Csirics jön le a Bécsi csapatból. Vojvoda! Tájló indul, majd követte. Viszont marad az olajnál.
Misevic. Vojvoda. Messziről. Csak a gyűrűt érte. Nem esetben. Taylor. Taylor. Bedobja! Újabb tripla. Taylornak az első. 18-16. Egyelőre tartja magát a Szolnok. Lihetnek a Pécs nyakában visszapartiak. Naivó. Ez kísérlet. Eisner Rudner kilépett vele. Jött a Pécs. Pongó. Pongó végigviszi és bedobja. Megtalálta a részt a védekezésen. Vojvoda. Ott marad egyedül, beleáll, de nem jó. Antoni. Sem jó. Ington. Vissza. Kérik tőle többen is, de nem adja, inkább beragasztja oda a gyűrés a palán közé. És akkor most csere mindkét oldalon. Jön vissza Csirics, Demeter először a pályán. Lesevic is visszajön a vendégeknél. Budimir jött le, illetve Pongó az a oldalon. Vendégeknek pedig Taivo kapuja pihenőt. 20-16, 1 perc 40 a hátralévő idő az első játék részből. Demeter marad üresen. Rövid. Vojvoda, hogy jött végig. Taylor. Most adja. Wrightnak, Wright pedig bedobja. Oda. Tudott bemenni két ember között. Jön is le, elfáradt. Csák a pályán. Percen belül járunk már, Taylor. Taylor kiteszi a sarokba, Antoni Csanád. Bedobja! Póttal együtt. Rudner Gábornak az első személye. Szóval 18, és még dobhat egyet. Antoni. Ment is van. Ellington. Rudner. Volt a védekezés, mint az üres ember, pontatlan, és megvan a lepattanó, Antoni Csanád húzta le. Taylor. Tökje Csiricsnek, merről kéri zárást, elkezik Wright is. Rádobja, és bent van igazából Taylornak. És letelt.
10 perc, az első 10 perc, 28-18, vagyis 10 pontos előnnyel mennek kis szünetre a felek. Jó ideig tartotta magát a Szolnok, sőt még vezetést is átvett egy rövid időre, de végül 10 pontos előnnyel, hazai előnnyel zárul az első negyed. Egyébként ha nyer a Pécs, akkor hivatalosan is megkapják a bronzot. Italo Berdeső sportcsarnokban, ahol megint teltház van. Sokan jöttek ki, sokan szeretnének ünnepelni ma este. Közben várom a statisztikát. Egyelőre még nem érkezett meg. Mostan vége a szünetnek is. Jönnek vissza a csapatok. Akkor majd a számokat később nézzük át. Köszönöm, közben megkaptam a hivatalos statisztikát. 9 lepattanó hazai oldalon, a vendégeknél 8. Mezőnyből 19-11. Vendég oldalon 16-ból 7. Három pontosakat. 50%-át dobják a pécsiek. 10 kísérletből 5 ment be. Tani megszerzi közben az első személyét. És a plusz 1 is bent van. Lesevics-től. 28-21. Pongo. Dobja Brown. Ez már a második duplája ezen a találkozón. Rudner. Nagyboda. Lépett Van Rijt. Nem csak Antoni maradt. Vissza is szerzik a vendégek. Savics próbált befordulni az alapon, de jó volt a segítés. Alapról jön a Szolnok. Savics hátra inkább Vojvodának. Vajt megint messzire kijön. De letelt a támadó idő. Jól védekezett most a Pécs. A jelenlegi állás. Úgyhogy 2 perc, 20 másodperccel telt el a második negyedből Pongo. Demeter kapja vissza Pongo. Demeter belép az alapon. Ejj! Kicsit erős volt, nem esett be. Még ott volt az ittszer. Csák. Bent van. Dob egy duplát a fiatal Csák Bence. 23. Zónázik a Szolnok. Right. Ez bedobja. Halánkról. Már 6 pontos. 32-23. Csak fel ezt nem ért, ezt miért fújják be. Lényeg az, hogy fault. Mert ennek az első hibája, Wright lejön.
bejön Demeter, visszajön Horti, illetve Budimir. Tájba, illetve Wellington az új ember a vendégeknél. Ők is visszajöttek tehát. Jó a büntető. A második viszont lejön. Kongó. Horté ki Demeternek. Anthony. És ez bent van. Újabb tripla. Anthony Csanád. Második triplája. 35-24. Harrington, megottól vissza. Harrington, elengedi, nem jó. A remekről zárta ki a Tyvo-t, és meg tudta szerezni Pongo. A Tyvo visszaért. Elütötte Horthy elől, Vojvoda. Tyvo kezei között kimegy. Jön vissza Taylor közben. Demeter hagyja el a pályát. Go. És már Anthony. Horthy. Budimir. Bemegy az alapon. Ho-ho! Visszafele. Szépen csinálta. 6,5 perc. Nagy szünetig. 37-24. Csák. Oda kerül Tyvo-hoz. Kihagyja, de visszahalásza. Támad tovább az olaj. Oda. Még 5 másodperc, dobniuk kell lassan. Csák elengedi, rövid. Wellington nem tudta már megmenteni. Kettős csere a vendégeknél. Kutner, Malasevic. Ez a dúl léphet majd pályára. Vojvoda jön egyelőre. És aztán Milosevic is. Elhagyja a játékteret. Pongo. Jön Horthy segíteni. Anthony. Nincs bent. 37-24. Kutner. Csák. Bedobja. Csák Bencének ez a második év pontosan. Taylor. Horthy. Mondtam itt vissza. Érkezik Budimir, nem kapja. Kiteszik, és ez így jó megoldás volt, mert végül Anthony Csanád bedobja a trippát. 40-26. Már a harmadik triplát dobja Anthony Csanád. Csák is próbálkozik egyel, és ő is bedobja. Taylor. Go. Horthy. Fel tudja tenni végül. 42-29-nél időt kérnek a szolnokiak. Tizenhárom pont a hazai előny.
Szólnak jó oldalon, még nincs fault. Ezt is reklamálja Dragan Aleksic. Az a jó oldalon egyébként két csapat személyi van. Csák Bence egyébként 98-es születésű. Pontátlaga eddig nem volt túl fényes, 1-4. Ezt már mai találkozón jócskán megjavította. Az időkérés után jöhet a Szolnok támadással, 4,5 perc a nagyszünetig. Csák bemutat, nem dobja. Éjjj, magas Arringtonnak. Taylor. Budimir. Jött Horthy. Aztán Budimir beleáll. De nem jó. Lejön a gyűrűről. Vojvoda. Milosevic. Csák. Belép a festékbe, onnan teszi vissza Milosevicnek. Rossz kísérlet. Kiperdül a gyűrűből. Gyűrűről hozhatja. Anthony. Vissza Taylornak. Taylor! Dob egy duplát. 44-29. Milosevic. Milosevicnek. Oho! Hogy emelkedett Taylor! Azt a mindenit. Öröm volt látni. Ment fel, mint a lift. Csirics, illetve Wright visszajönnek közben. Lejön Anthony, illetve Horthy. Arrington. Hátra teszi Milosevicnek. Nem jó. Taylor. Budimir. Taylornak vissza, ott maradt egyedül. És bent van. Egy kicsit jójózott a labda a gyűrűben, aztán végül beesett. Nem tudom. Ez majd fault. Wright kapta, második személyi hibája ez. Tyvo újra a pályán, Csak Bencét váltotta. Arrington eldobja, elvállalta, de nem jó. Unimir. Taylor, Benfa! Újabb tripla! Cameron Taylornak is a harmadik triplája ez már. 50-29. Gyűjti a pontokat rendesen a vasút. Zmi Milosevic fogott rosszul földet. Bejön közben Demeter, illetve Anthony, Budimir és Taylor kap pihenőt. 2 percen belül járunk már.
Pongó. Pongó ott három ember között is nagy nehezen megtartja. Csirics palánkról bent van. 52-31. Demeter. Demeter. Milosevic állította meg egy fauttal. Ez volt az első csapat személyi. Jó későn húzták be másfél perccel a negyed vége előtt. Az a jó oldalon három van. Antoni. Csirics. Csirics. Pájvó. Birkózta le, de így is bedobja Csirics. És akkor majd még jöhet egy büntető. 54-31. Ez rövid azonban. Marad így is azonban a megnyugtató előny. 23 ponttal jobb a Pécs. Milosevic. Megvannak pontatlan. Wright viszont nem tudja megfogni. Alapról jöhet a Szolnok. Csirics elhozza Milosevic elől. Pongó. Wright összeszedi és bent van. Remek. 8 pontot dobott már. Ryan Wright. 56-31. És időkérés a vendég oldalon. Mit lehet innen csinálni? Megint egy hatalmas erőnyt hoz össze fél időig Pécs, mondhatjuk ezt nyugodtan, hiszen ez a 25 pont tekintélyt parancsoló. És hát látszik, hogy nem veszik félváról a pécsi fiúk a találkozót, koncentráltak, figyelnek. Védekezésben is kemények, percre sem, egy pillanatra sem lankadnak. És a B középet már megénekelteti a műsor közlő. Kérdez feleleket játszottak. De hát eddig nem hoz izgalmakat ez a találkozó. Olyan izgalmakat, amit tartani lehetne pécsi oldalon. Vojvoda. Ez sincs bent, és nem tudnak lepattanót szerezni a vendégek. Pongó. Demeter. És ott volt egy faut. Van a Sevics. Behúz az első hibáját, csapatának a harmadik.
Csirics elengedi. Megkapja a szalag. 1,1 másodperc van hátra. Dobni kell. Engedik messziről, gyűrűt ért. Rudner kísérlete. 56-31. Így megyünk nagy szünetre. Pihenünk egy picit, aztán pedig jövünk majd vissza.